Kis karácsony, nagy karácsony, kisülte már. De ne! Mit csinál? Megyek! Te aztán mész! Miért? Karácsonyi dallanyára. És ki hagyta nyitva? Hát én nem. Rajtad kívül kinyithatta ki? És én szerintem kinyitottam. Igen. Hozzá nem nyújtam a szabadon. Tényleg? Lehet, hogy a cica. Na persze, a cica megfogja a kilincset. Itt születtem Kuntelepen, ez Barstó körbe legyen mennyi, hát olyan 25 kilométer. Én is kirakodom. Jó, akkor kb. Felé, úgy mondva. Igen. Na, felé. Hogyan tartál amúgy? Nem tudod? Azt nem. Miért nem? Vár nem? Mert nem. Jó. Na, tudom, ebben nem segítek neked, anyuka. Mondja. Mit találtál ott? Kis ragacsok. Jó, van, azt szeretem én a szóval. Hányba születték? Ezt mindig elfelejtem. 1900. Eddig jó. Eddig jó? Ezt én is tudom, hogy eddig jó. Igen? 65. szeptember 9. Hát mi az? Te nem tudod, hogy mikor születtél? Egy évvel a Mária. Szerintem már jól is, nem Mutter? Úgy született, hogy neki a látóidegei gyengék. Aha. És hát ő otthon az édesanyák nevű egyes lány volt, ugye? És a látása a születése óta egy nagyra gyengi kis a szemmel, hát ő hol jobban látott, hol nem, de volt neki egy nagyfokú kancsalsága, és azt hiszem annak idején operálták is vele. És igazság szerint neki szemüveg is kellett volna, de úgy gondolta, hogy szemüveg nélkül szebb. Még én nem dicsértem meg, tehát én igazából sosem mondtam neki azt, hogy ő szép. Mert én úgy éreztem, hát jó, persze, szép vagyok, ki azt kész most. Igazából én, nekem mindegy. Szóval mondják azt, szokták mondani azt, hogy sötétben minden tehén egyforma. Kapott ő egy sztrókot. Most a szerencsétlenségben a szerencse az volt igazából, hogy jött az orvos, elég gyorsan is Kaposváron bele tudtak avatkozni a dolgokba, tehát infúziókkal, injekciókkal megbombázták tulajdonképpen. Így is a balkéz teljesen le volt bénulva, a nyelve nem volt használható, nem tudott beszélni abszolút egyébként. Nem tudott igazából. És az is kétséges volt, hogy milyen szinten fogja fel azt, amit az embert mond neki is beszél hozzá. És mennyi pénzed van? Nincs. Hát mi az, pedig figyelj! A fiúk megnézték volna, hogy vesztesz ám. Ja. Mit szólsz? De sok pénze van. 35. 55. Na! Na! Mit szólsz egy 50-es partihoz? Egy, két, há, négy, öt. Hát ezt nem tudom, te... Egy mucli bábú volt. Köszi. Te vagy, Mimike. Mimike. Én vagyok, te. A Mártonka. Öcsi. Én is vagyok. Ha egy és dobsz, Józsi, újságba dugulak. Te vagy. Miért? Egy, kettő, három, négy. Nem, még azt nem tudom bevinni. Te? Meddig egy, kettő, három. Én egyes dobtam, mit csinálom? Először, papa, ki
Imar. Ja. Mi akkor te jöttél. Kicsol! Imi! Imi! Miért legyomtam állam a te jöttél? De meg inkább hagyjad ki! Egy, kettő, három. Sajnálom. Cél elő. Sajnálom. De most nem kell. Ez a gyereki. Itt a Józsi. Menjék ki. Igen, nem ütöm a hangzóbát. Hát csináljon valamit. Itt a Józsi. A Józsi tűz ki. Kettő. Ne, ne nyugkálj, most egy kettő. Öt. Nem jó. Egy. Júj! Hatos meg. Ne! Ha! És meg! Hágy szereg! Ne! Mi van negatív? Magát! Hé! Mi volt ez, te csibés? Jézus! Te vagy bátyú! Figyelj, most nem számít, hogy én vagyok a papa? Levettél? Én attól félek mindig igazából, hogy nem tudom úgy teljesíteni a felvállalt feladatot, ahogy szeretném. Most gondolok arra például, hogy itt van ő, akinek abszolút gondozásra van szüksége, ki kell rakni a gyógyszereit, el kell helyette mosogatni nagyon sokszor, sőt, ha kell, be kell állni főzni, a vásárlásokat elintézni. Tehát annyi olyan dolog van, és félek, hogy nem igazán tudom teljesíteni ezeket, és ami a még félelmetesebb, attól félek, már pedig ezt sajnos ezzel számolnom kell, az ő állapotra egyre rosszabb lesz. Ez egy nagyon félelmetes dolog számomra, mert ott a kisfiam. Tehát az Imi az igazán, aki tudom, hogy nagyon szereti az anyját, és szinte olyan nap nincs, hogy ne menjen oda az anyjával, ne piszkálódjon vele. Az Imi a mai napig is próbálja egyetni a bal kezét, tehát tudjuk, hogy ez nehezen működik, de az Imi azért skanderozni akar vele, akkor megy, hogy bal kézzel üsse meg az anyját. Tehát felvállal olyan dolgot az Imi, ami szerintem egy gyerek, nem sok gyerek csinál ilyet. Tehát felvállalja, hogy az anyja ott az arca körül legyezi bal kézzel, és nem is kísérővel egyébként, és hogyha eltalálja, az anyja nem ügyes, eltalálja, az bizony fájni fog. De az Imi ezt felvállalja. Bedugta az rendesen? Be, kikapcsolt. Mi az, hogy kikapcsolt? Na. Na már hallom, oké. Na a fősvényt nyisd meg, a muclit nyisd meg, nézd, mi van abban. Mucli. Mert a mappal, nem? Abban pumunkliban, nem? Nem tudom. Nem az oroszlámon a végekben van. Jöttük, látom visszamenni. Purgatórium, taxi, kettő, taxi, három, taxi, visszatérő. Malac, láttad a visszatérőt? Azt még nem. Az egy komoly film. Belenézünk? Nézzünk bele? Indítsd el. És ha kérdezlek, válaszolj. Ezt tudod, minek fedeg? A puskaporos, ezt betöltöd előre? Előről kell izével? És mikor húzod azt a kettő részét, aha. Mint a kalózfegyver. Kalózfegyver. Valamit lőtt? Imi! Figyelj! De mi valamit lőtt? Ott a maci, a pici. Ez. De bunkó lenne, hogyha izéle akarna lőni. Tiszta bunkó lenne. Igen. Pedig arra készülne. Igen. Célba vette. Itt ott, a nagy. Ott a nagy. Támad? Rákapta a faszit. De ő elkezdte bunyózni. Bunyózni? Egyértelműen veri a medve. Hajrá, maci! Látod itt? Mici mackó! Mit csinál vele? Szétkézi. Imi! Ja, hátát azt nem lehet. Mici medve bedobult. Ugyanis a szüleim úgy gondolták, ugye, hogy még nem voltam teljesen 18 éves, egy-két hónap hiányzott volna. Ezért ők akkoriban úgy rendelkeztek, hogy ezt a szürke hályogot most már le lehet venni. Nem kell várni vele, hogy beérjen, hanem vegyék le. Most ebben igazából ezt nem szerettem volna, de akkoriban a szülő akarata az erősebb volt, és azt követték tulajdonképpen. Most akkor engem elvittek, hogy megműtsenek, de annyi maradt meg a dologból, hogy amikor bekerültem a műtőbe, valamit csepegtettek a szemembe, és erős fények voltak. És utána, amikor fölébredtem, csak meleget éreztem az arcomon.
Tehát már nem láttam, de nem is műtöttek meg, miután meg tudtam persze, hogy nem lehetett megműteni, mert elvesztettem az eszméletemet 2 órán át. És azóta ez van. Hát, amikor fölébredtem, nem tudtam hirtelen, hol vagyok. Sötét volt. Azt tudom, és nyitogattam a szemeimet, hogy miért nem látok én bármit is, vagy hol vagyok. És akkor csodálkoztam, mi ez a meleg. Persze ki voltam szíjazva. És akkor én megkérdeztem, mert hallottam, hogy valaki zörög bent, és kérdeztem, hogy elnézést, miért nem kapcsolnak föl bent. És akkor oda jött hozzám, ez egy hölgy hangja volt, nem tudom ki volt az. És ő mondta, hogy itt van még mindig, azt mondja, a műtőben. De azt mondja, a melegség, ami az arcára, mert az öreg faktoroktól van. És akkor nagyon megijedtem. És akkor mondtam, hogy hát akkor én a napot szeretném látni, mert nem tudom, mi most este van. És akkor mondta, hogy de a nap is besült. És azt mondja, és az is az arcomban jelenleg a fényes. Nem láttam. És akkor nagyon el voltam keseredve, és hát ilyenkor megmagyarázhatatlan dolgok történnek az emberben, mert iszonyú erőt érez magában, hogy mindenütt kiszabaduljon, és hát nekem azért sikerült. És hát egy kis rendet raktam a műtőben, sajnos nem tudtam uralkodni magam, törtem, amit elértem, törtem, zúztam, aztán lefogtam, kaptam injekciót, egy nyugtatót, vagy mit kaptam. És onnantól kezdve bele kellett törődnöm a dolgokba. De beletörődni nem lehet. Mindjárt kiderítjük, oké? Jó napot! Jó napot kívánok! Csókolom! Már láttam is! Jó! Te most... Mit csinálsz? Összehosszabb. Jó! De nem ember. Felszabb, akkor én kivehetek egy Pepsi. Igen. Ebben nincs kicsi inni. Mi? Milyen pici? Anyunak kis narancsét. Aga. Rendes narancs. Jó. De kérsz valamilyen? Aha. Mi az? Egy sárkánygyümölcs. Micsoda? Jó hallottad. Mondd, mit tartalmaz. Mondhatom? Mond. Almaszülő, megy, fekete, beregyen. Berkenyet. Ez a sarkanyi tocsuk. De ez olyan, mint a tocsuk, nem? Mert ez az is ügyes. Anyád örülni fog, ha látja. És mikor lesz mákos? Ezért. Hát. Jó, ez is ezért. Köszönöm. Köszönöm. Hol a maradt? Nyuszi. Na, lábra. Megy. És csak mit hozok neked? Mártunk akkor? Ezt fogd meg a légyszület. Mindjárt adom, jó? Jó. Hát ez az aranyos volt. Mindjárt megkapod. Na, most csak. Így, letoljuk. Óvatosan, mert már folyik. Köszi. Nem. Ezt meg dobd a bukába, légy. Húsikám, szívni kell, nem szokni, gyerünk. Erőszakos leszek. Erőszak. Tessék. Tessék. Köszönöm. Ezt a kukába. Messzire. Mártonka, fogd meg a kulcsot. Jó. Azt jó megfogta. Attól, mert én vak vagyok, meg ilyen gondokat küzdködöm, nem engedhetem meg magamnak azt, hogy a kisfiam, tudom, 18-19 évesen, vagy 20 évesen, vagy akkor éppen, amikor búcsút mondunk ennek a világnak, búcsút mondok, én szerint ne úgy gondoljon arra, hogy ilyen lesz, mert akkor az ilyen volt zárkózott, hogy nem. Én ez engem arra ösztökél, hogy hát nem lehet azt mutatni, hogy én most szomorú vagyok, vagy ez meg azt. Nem, ezt én mindenhetszem kicsiszöbből. És igenis, az ember, amikor azt mondja, hogy neki futok, és az van benned, hogy nem igazán van jó kedved, de ez akarat kérdése.
neki kell menni, és akkor meglátom, hogy hogyan fogadnak. Márpedig, ha arra törekszel, hogy a másiknak jobb kedve legyen, és ebbe egy kis sikert látsz, akkor valahol te is örülsz. Nézd, én csak azt tudom mondani, amit én tulajdonképpen végig csináltam gyerekekkel, hogy igenis, hogy merjék felvállalni. Tessék felvállni, ugyanis ennél nagyobb örömük az ám nincs. Az, hogy az ember úgy enged el egy embert, egy másikat, egy gyereket, akiből felnőtt lesz, hogy tudod, hogy igen, meg fogja állni a helyét a világban, nem lesz belőle az ember, hanem igyekeztél mindent elkövetni azért, hogy jó legyen neki. És a másik dolog az, hogy a gyerek az, én úgy gondolom, az nem nyűg kell legyen, hanem pedig meg kell legyen. Ezért sokat kell tenni, persze. Tehát akkor meg menjenek azt mondod, hogy... Igen. Bárkra menjen neki a dolog. Ennélkül nincs élet egyébként.